Csak törpe nép felejthet ősnagyságot, csak elfajult kor hős elődöket. A lelkes eljár őse is hírrakához, zsújt régi fénynél új szövét neked. Beszéljünk először a mi történelmünkről, mert engem is úgy tanítottak az iskolában, hogy mi a finugoroktól származunk. És aztán a sorsom úgy rendelt el, hogy idegen földön a világ másik végén tudtam tanulni, mert én bizony nagyon sokat tanultam addig, amíg ideértem, és megállapítottam azt, hogy nekünk, magyaroknak két történelmünk fut párhuzamosan, de egyiket sem mi írtuk. Egyiket sem a magyarok írták, hanem a nyugat-rómaiak, akik egyszer fegyveresen, másodszor pedig papíruhában, de bejöttek ide. És megírtak nekünk egy történelmet. Megírták nekünk azt, hogy mi egy gyalázatos és barbár nép voltunk, akiket a nyugatba kellett helyezni úgy, hogy a mi királyainkat kiirtották, olvassátok el Grampier Endrének a könyvét, a királygyilkosságokat. Ő leírja szépen, hogy minden királyunk egy kivételével, IV. Béla, mindegyik nem természetes halállal halt meg. Szóval ők írtak nekünk egy olyan történelmet, ezt leírom a Káldeától Istergamig című könyvem első kötetében, hogy mi semmiféle nép vagyunk, ezen uralkodni kell, ez egy szolganép, ez semmi se. A másik történelem, ami saját maguknak írtak, de ehhez nem lehet hozzájutni. Néha-néha sikerült a vatikáni könyvtár útján, de ott sem az igazgató, hanem a portás útján, akinek sikerült adnom valami dollárt, hogy hát megszerezze például azt a bullát, ahol a kaukázusi Magyarország királya Jeret Amir püspököt kér a pápától, és hasonló dolgokat. Azért írtam, hogy igaz történelmünk vezérfonala Árpádig. És hogy jutottam idáig? Tigris és Eufrátesz mellékén bekövetkezett özönvíz után a Káspi-Aral térségről történik egy bevándorlás, akik ugyanúgy írnak, mint ahogy a Tigris és Eufrátesz mellett írnak, és a szűz anya nevében cserélik ki az irataikat avval, hogy egymástól anyagot kérnek a szűz anya nevében. És akkor megint visszamentem Tordosra. A tatárlaki amulett mellett találtak 26 istenanya szobrocskát, és 86-ot találtak Méhteleken. Tehát már nem csak Tordos Erdély, hanem még tovább is megyünk az istenanya tiszteletben. És akkor megállapították azt, hogy ez a nép, amelyik azt mondják, hogy Kelet-Európából, Dél-Kelet-Európából, tehát a Kárpát-medencéből vándorolt be Szumériába, és hozta az írást is magával, még a temetkezési a formája is más, mint a többinek. Tehát ez a nép, amelyik a Kárpát-medencéből jött, amit az idegen tudósok arról a helyről neveztek el, ahol megtalálták a régészeti emlékeket, ezt Gyemet-Nasser periódusnak nevezik, megtalálták azt, hogy ez a nép zsugorított temetkezési formát választott, éppen úgy, mint a magyaroknál.
Na mondom, hát akkor most már megfordult a helyzet. Most már mondhatjuk azt, hogy nem jöttünk mi sehonnét, ami ős hazánk a Kárpát-medence. És akkor aztán elővettem a két jó paleontológusnak, Gábori Miklósnak és felesége Csánk Verának a könyvét. Ajánlom mindenkinek, Gábori Miklós írta Állattal Ararat, az a címe a könyvének, amelyben ő a jégkorszakot tárgyalja és megállapítja nagyon jó azt, mint a felesége Csánk Vera, hogy a Kárpát-medencei jégkorszak embere az csak itt tudott a Kárpát-medencében megmaradni és átélni a sok jégkorszakot, mert itt voltak a melegvíz források. És akkor nagy szeretettel most említettem Harkányban ezt, hogy az Isten áldja meg Harkányt, hogy a jégkorszak óta itt van és gyógyítja az embereket. És akkor vegyük elő azt a bizonyos vértes szőlősi embert, amelyik 350 ezer éves állapították meg. És az nem olyan, mint a neandervölgyi majomféle ember, hanem a vértes szőlősi ember Homo sapiens. Mondják, hogy erectus hungaricus, úgy nevezi a tudomány. És a koponya mérete 1560 köbcentiméter, talán több, mint az enyém. Tehát mi nem jöttünk sehonnét, mert a Homo sapiens hungaricus, az már nem tudom mióta itt él, és ha végig megyünk ezen a jégkorszaki embereket, akkor mindenütt azt mondják, nem merik leírni, csak azt mondják, hogy ilyen sehol másütt nincs. Azt nem mondják, hogy folytatólagosan fejlődött ki, hanem azt mondják, hogy ez is őshonos. Szóval egy olyan hatalmas perspektíva alakul ki abban, aki elkezd kutatni, hogy először beleszédül, és aztán igyekszik részletekre bontani, hogy eljuthasson Árpádig, eljuthasson Emeséig, és ezt csináltam aztán ebben a könyvben, a szkítákig, mert a szkíták azok is olyanok voltak, mint mi vagyunk. Ezen a könyvben fordítva tették rá a szkíta aranysas. Ezt így kell nézni. És ez az egyetlen arany kincs, amit mikor Szentpéterváról Budapestre hozták a szkíta kiállítást, ez nem volt köztük. Azért, mert ez a szkíta aranysas, ez pontosan egyezik a Nagy Szent Miklósi aranykincsnek. A szűzanya, az Istenanya madarával, aki maga a gondviselés, aki itt egy lerogyó szarvast emelt föl, de ha megnézzük, annak a szarvasnak a szarvai egy koronába fonódnak, tehát nem egy szarvast szimbolizál, hanem valami mást. És mi lehet az a más? A lerogyó ember. Az a magyar, aki elveszítette a reménységét az ezer éven keresztül az idegen királyok, és azt mondjam, az ezer éves magyar írtás, az inkvizíció és mindenen keresztül, és máig ideér, és azt mondja, hogy talán már nincs is kiút. Nem, van a szűzanyának a gondviselése, elér idáig, máig. Hiszen engem is ő segített meg, hogy ide jöhettem, mert hozzá imádkoztam. És mindenki, aki hozzá imádkozik, megkapja azt, amit kér. De hinni kell, és hinni kell önmagunkban, hogy mi magyarok vagyunk, nem kiválasztott nép, hanem a tudás megőrzésére elhívott nép. Az a magyar, aki nem dolgozza ki magában az ő értékeit, az elveszett. Atyan Isten, jó éjszakát! Kérdezik!
az özönvíz után hívják ezt a népet, a Tigris és Eufrates mellett Szumernek, de a Szumer elnevezés az nincs a mi nyelvünkön. Azt az Oppert német semita tudós olvasta le így egy kétnyelvű szövegről, Szumer. A Szumerről, ahogy leírtam, azok káldeusok. Van például egy nagyon érdekes dolog a magyar és az úgynevezett Szumer között, az a meg. Mert ha azt mondom meg, azt én mondhatom, megettem, megehetem, meg fogom enni, tehát független az időtől és módtól. A meg az jelenti az igei cselekvés befejezését. Mert megeszem, akkor most megeszem. Megettem, azt befejeztem. Meg fogom enni, akkor is be van fejezve. És ez a meg, ez megvan pontosan a Szumerben, mint mu. Az ige előtt áll, és ugyanazt jelenti, és még az is megvan a Szumerben, mert például, ha én erősíteni akarom azt, hogy megettem, akkor azt mondom, hogy megettem ám. Hozzáteszem az ámot. A Szumer pontosan hozzáteszi az ámot. Szóval olyan dolgok vannak, mikor az ember látja, akkor így csinálhat, hogy 5000 év távolából ennyi megmarad. Ez mutatja a mi nyelvünknek, nyelvünkben azt, amit a Sir Browning leírt, hogy a magyar nyelv olyan, mint a kőszikla. Nem kér senkitől kölcsön, nincs szüksége semmire, de van. Most van készítés alatt Budapesten egy könyvem, aminek a címe az A kárt pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása. Tehát amit írtam, Jézus király a pártus herceg, azt most kiegészítem még azokkal a dolgokkal, amit azóta találtam. A történelem kutatók a mi azonos népünket, amelyik a Kárpát-medence, Káspi-Arál térség és Tigris és Eufrates háromszögben elhelyezkedett, és úgy különböztek egymástól a nyelvükben, csak nyelvjárásbeli különbség volt, éppen úgy, mint a németeknél, a bajor, meg az elszászi, meg nem tudom, az is különbözik, a sváb, ugye? A miénk is úgy különbözött. De az idegen kutatók azt írják, hogy Alán nép, Sarmata nép, ugye Unugor nép, ez mind más nép. De hogyha mi az ősi nyelvünkön értelmezzük ezeket a szavakat, akkor rájövünk arra, hogy például mi az az Alán. Al Szumerről a fokos, és An az ég, tehát az égi fokos népe. Mi az a Sarmata? Nekünk azt mondták, hogy volt egy királyunk, a Szár László, és azt mondták, hogy Kopasz László. A Szár Szumerű királyt jelent. Csak a nyelvújítás csinált a Szárból egész más dolgot, hogy a királyt is megalázza. Tehát Sarmata az királyi föld. És mi az az Onogur? Azt mondják, Onogur népek. Azok Unuguri. Unugurinak írják azt a népet, aki Szumériában, úrvárosában éltek. Tehát akár hova nyúlunk a mi ősi nyelvünkön, megtalálhatjuk azt, hogy ezek nem népnevek, hanem foglalkozás. Foglalkozás, és talán úgy mondom, hogy nemzetségnevek, de ugyanannak a népnek. Itt van nekünk, mind azt mondják, hogy nincs semmiféle nyelvemlékünk. Hát itt van egy tihanyi apátságnak az alapító levele. Az latinul van írva, de vannak benne magyar szórványok, magyarul írt szövegek, de nem a mai magyar nyelven. És Novotny nevezetű munkatársammal, Isten nyugosztalja,
Nagyon sokat, ugye most, hogy 30 évvel azelőttről beszélek, megállapítottuk, hogy ezek a magyar szórványok a Tihanyi apátság alapító levelében, ezek a régi magyar nyelven vannak írva, amelyik azonos az annaval a nyelvvel, amit ma szumernak neveznek. 1975-ben tartották az orientalista világkongresszust Párizsban a Sorbonon. Már találkoztam néhány kongresszuson avval a nagyon rendes francia szumerológusokkal, Labatnak hívták, aki kiadott egy szótárt, a Labat szótárt, amit a Miskolci Bölcsész Egyesület mostan sokszorosított, és meg is lehet szerezni. És írtam neki egy levelet, hogy én a kongresszuson, a világkongresszuson szeretnék ezzel a témával előjönni. Tehát a szumír magyar nyelvazonosság témájával. Mikor megérkeztem Párizsba, és jelentkeztem, ugye minden résztvevőnek be kell jelentkezni a kongresszusra, és megkapja a programot, minden hol van elhelyezve, stb. Előveszem a programot, akkor látom, hogy a Labat engem a megnyitó ülésre tett. Mikor én kerültem sorra, akkor mondtam, hogy kérem, én szeretnék maguknak valami dolgot bemutatni, és kérem maguknak a véleményét, és akkor 5 fali táblát bemutattunk így, amit mindenki láthatott. És a legutolsó sorban ültek nyakkendővel, szépen fölöltözve Krémer professzornak, aki akkor a Tel Avivi Egyetemen tanított már, a tanítványai. Izraeli fiatal emberek. És az egyik oda kiabál nekem angolul, hogy magyarul mondom, mit akar maga ezekkel a szumír szövegekkel? Erre én azt mondom neki, hát nagyon köszönöm, hogy ezt maga szumírnak elismeri, mert én idáig azt hittem, hogy magyar. Mert ez a Tihanyi apátság alapító levelében van, ami 1000-ből ered, és nézze, itt van az egész. És lehúztam a madzagot, ott volt. Csönd volt, de nem lehetett más csinálni, ugye, mert ők ismerték el, és láttam, hogy a szumerológusok, amit a fali táblákat, a német, az már németül írta a jelentését. Az angol angolul, a francia franciául. Tehát itt állunk, hogy az 1000 körüli magyar nyelvünk, az azonos azzal a nyelvvel, amit Mezopotámiában beszéltek. Lehet, hogy van változás, társzólás, de azonos a nyelv. Így a nyelven keresztül eljutottam oda, hogy ezen a bizonyos háromszögön belül a nép ezt a nyelvet beszélte, nem az, amit ma beszélünk. Mert azért kellett Kazinczy féle nyelvújítás is, hogy a mi nyelvünk megváltozzon. És kérem, akit érdekel a nyelvészet, vegyen elő a Ballagi Mór 1860 körül írt egy magyar-német-német-magyar szótárt, ilyen vastag szótárt. Nézzék meg, kérem, hogy olyan magyar szavak vannak benne, amit nem ismerünk, és 100 év alatt. Tehát az ősi sumír nyelv az nem a mai magyarral azonos. És akkor itt volt ez a drága jó Bobula Ida, aki bejutott a Congress Library-be, tehát az Észak-Amerikai Kongresszusnak a könyvtárába, ahol a világ összes könyvei benne vannak. Például itt van a Jézus Király a Pártus Herceg, abban benne van copyright, az én nevemen van. Én nekem a kezemben van a Congress Library-ből a copyright jog, amit ők egy okmánnyal küldenek, de be kell neki küldeni 2 könyvet, és kell kérni. Szóval a Congress Library-be benyutott, és írt egy könyvet, amit szintén én adtam ki, a szumír magyar rokonság. A Bobula Ida az remekül
kidolgozta azt, hogy nem csak nyelv azonosság van itt, hanem az összes szokások, és főleg a szűzanya tisztelet, az ősvallás Istenasszonya cím alatt elmondja azt, hogy István király előtt a mi népünk már 7 boldogasszony tisztel. A mi népünk boldogasszony tisztelő volt, és tisztelte az Isten anyát, és tisztelte az Istennek a Szent Fiát. Hát így keletkezett azután ez a könyv. És volt itten egy Landesmann nevezetű egyházi, nem katolikus és nem református volt, de az újságok írtak róla, hogy azt mondta, hogy a magyarságnak nincs más műveltsége, csak a gatya és a fütyülős barasz, fütyülőskor. Hát nekem ez a Landesmann rabbi egy nagy szívességet tett, hogy ezt mondta, mert mind a kettő megvan Szumériában. A fütyülős palack nagyon érdekes, nem üvegből, volt Szumériában Guddea, a papkirály, aki a szeretetvallást hozta be, és mondja a szöveg, hogy megtörte a kenyeret, és adta az ő híveinek, hogy egyétek a kenyeret, mert ebben az Isten lakozik, és adta a tiszta vizet, az életvizét, hogy igyátok, mert az életvize ad nektek életet. És ezek a fütyülős, amit itt a barackban van, ez a forma, ez tökéletesen megvan kerámiából, nem üvegből. Tehát ez a fütyülős palack, ez csak egy utánzása a mondjuk 5000 éves kerámiai alaknak, amit nem tudom, de kihoztak. És hogyha már ez a Landesmann úr azt mondta, hogy nekünk csak a műveltségünk a gatyáig ér, hát most én arra kérlek benneteket, hogy beszéljünk most együtt a gatyáról. Elsősorban is eljöttem hozzátok ezzel a nyakkendővel, amelyik nyakkendő a Sumeria, a Smithsonian intézet adott ki, és itt látható a British Múzeumban lévő úgynevezett úri mozaik tábla, amelyik egy mozaik, Pitumenben van betéve mozaik, és láthatjuk, hogy itten a szumérok gatyába, subába és szűrbe járnak, és úgy is hívják, mivel a szumír nyelvet az idegen tudósok fejtették meg, ők nem tudják kimondani a tyé betűt, hanem úgy írják, hogy a gada. A gada, így mondják szumírum. Tehát akkor a gatya, a mi gatyánk, az egy 5000 éves kultúrát jelent. 26 évig tanítottam Argentínában az argentinokat a szumír kultúrára, és Miskolci Bölcsés Egyetemen sikerült megcsinálni 2 évvel ezelőtt a szumír tanszéket, és ott olyan remek tanárok vannak, látszik, hogy azt mondom, karizmatikus lelkűek, mert mindent megtalálnak, és Marton Veronika tanítja a szumért, és ime, megtalálta a bőgatyás töredéket, amelyik a Louvre-ban van. Ez egy ilyen ékiratos töredék, amelyik rajta van, amint látjátok, gatyába, de a gatyán írások vannak. És a Veronika megfejtette az írásokat is. Nézzük csak meg, hogy mit fejtett ő meg. Az van ráírva, hogy én hun ember vagyok. Jézus Urunk előtt 2500 évvel én hun ember vagyok. Én csak egy változtatást csináltam rajta, mert mum, ezt a jelet
igei állítmánynak vesszük, akkor úgy lehet fordítani, hogy hun embernek születtem én. Most ne azt nézzük meg, hogy hol volt az első hun. Mert a hunokról tudjuk, hogy Attila a nagy hun király, de érdekes dolog, hogy Szumériában például a kos csillagképet, amelyik ugye tudjuk, hogy az első a zodiák körön, első, avval kezdődik az élet a kossal, azt úgy hívják Szumírról, hogy Mul-Lu-Hunga, tehát a hun ember háza. Szumírul úgy hívják a kos csillagképet, a hun ember háza. Hát megtaláltam az első hunt is, de nem Szumériába, hanem Egyiptomba. Úgy hívják Egyiptomot és Szumériát együtt, hogy a termékeny félhold. Mert valamikor Szuméria és Egyiptom egybe tartozott. Talán azért jött az írás a Kárpát-medencéből, mert valamikor ott is úgy írtak, mint az egyiptomiak. Mert egybe tartozott. És három piramis van Gizékbe. És a három piramis jelzi az egyiptomiak és a szumíroknak a szent háromságát. Mert Egyiptomban az atya volt Osiris, az anya volt Isis, és a fiú volt Hórusz. És az atyának a csillagképe az Orion, az anyának Isisnek a csillagképe a Sirius, és a fiúnak, Hórusznak a csillagképe a Nap. A három piramis, és az anyapiramissal szemben áll a Sphinx. De az angol tudósok adták a nevet ennek a csodálatos alkotmánynak, ennek a csodálatos emberi faragványnak a Sphinx nevet. Az egyiptomi írásokon úgy szerepel, hogy hun. És hogyha nézzük, hogy hol van, hova van téve a Sphinx, akkor meglátunk egy éppen olyan szabályos görbét, amelyik összeköti a piramisok északi legfelső csúcsát, összeköti, azon átmegy, megkapunk egy éppen olyan szabályos görbét, mint a kör, csak hogy ez a pinek a görbéje, amit ismerünk, mert ugye körnek a kerületét és területét mindenki tanult, hogy kétszer R-szerpi és R-négyzet szerpi is. Ez a pinek a görbéje, és ami a görbének a szabályossága szerint mindig meg van felezve, látjuk itt ezek a felező vonalakat. És az utolsó felező vonal, talán itt mutatom az utolsó felező vonalba, láthatjuk, hogy olyan alakú, mint a Szent Koronánk, vagy ha félbevesszük, annál is kisebb. És ezt, amelyik tulajdonképpen a Fibonacci féle számsor szerint megy, ne felejtsük el, hogy a Szent Koronánk pontosan a Fibonacci féle számsor szerint épült. Ha azt nézzük, hogy az utolsó részt hogy hívták egyiptomiak, az anya méh. A három piramis látszik, és látjuk, hogy a harmadik piramis a fiúnak a piramisa, tehát mondhatjuk a fényfiának a piramisa kisebb. És itt láthatjuk ezen az oldalon, hogy a fiúnak a piramisa egy kétszeres 19,5 fokos tetrahedrális szöggel van építve a többihez viszonyítva. És ha a két 19,5 fokos szög között látunk 6 fokot. Ez a 6 fok, ez ahogy ide is írtam,
ez a 6 fok, ez úgy vehető föl, mint 3-3-6, vagyis 33. És a számmisztikában a 33-at jelenti, és milyen érdekes, hogy az Egyiptomban megépült a 3 piramis, a Szent Fiúnak a piramisa, a 2 19 és fél fokos szög között 33-mal jelentkezik, szinte előre jelezve az, hogy az Istennek a földre szállt Szent Fia 33 évet fog itt a földön élni, és annyit élt a mi Urunk Jézus. De most nézzük meg, hogy miért olyan fontos nekünk ez a 19 és fél fokos szög. Olvastátok az Esztergomi Oroszlánok Titka című könyvemet, amiben 19 fokot mondok, hogy az életfa elhajlik a merőlegestől. 19 és fél fokra kell kiegészíteni, és akik ezt az oroszlánokat az esztergomi szentély falára festették, azok így akarták jelezni a dátumot. De ők nem a Gregorianus pápa, Gregor pápa szerinti kalendárium szerint számoltak, hanem az úgynevezett precessziós kalendárium szerint, vagyis a Föld, tudjuk jó, hogy a Földnek 3 mozgása van. Elmondom úgy, mint ahogy az egyetemen tanítottam. Az egyik mozgás az a 24 óra, a saját tengelye körül való forgás. A másik a nap körül. És a harmadik pedig az úgynevezett precessziós mozgás, amelyik a Föld tengelyének, tengelyének visszafelé való fordulása, amely szerint a tavaszpont mindenütt másüveg, és ez nagyon lassú mozgás, mert egy fokot 72 év alatt tesz meg. A szimbolizmusban az életfának mindig, az életfa az a Földnek a közepe, ahol a pásztor leszúrja az ő pásztorbotját, neki az az ő föld, az a föld közepe. Az életfának mindig a sarcsillagra kell mutatni. Ha nem mutat a sarcsillagra, avval a fok eltéréssel jelzem azt, hogy mikor készült az az életfa. Tehát itt, ha 19 és fél fokot beszorzok 72-vel, a mi őseink nagyon jól tudták azt, hogy a Földnek a tengelye 1970-ben fog rámutatni a sarkcsillagra, tehát abból 19 és fél fokot levonunk 1440, tehát kiderül, hogy ők ezt 566-ban tették oda, ami tökéletesen egyezik László Gyulának az első honfoglalásával, ahogy László Gyula leírta. Hát látjuk, hogy így hoz minket össze a 19 és fél fok. Itt alul látható a nap, ahogy a Föld megy körülötte, ugye? És fönt jelzem ezt a bizonyos precessziót a Földnek, a Föld tengelyének a mozgását. Rá kell mutatni a sarkcsillagra, ott fordítva tettem rá a göncöl szekeret, mert a göncölnek a rudasa, máma az a sarkcsillag. Tehát 1970-ben mutatott rá a Föld tengelye a sarcsillagra, most már utána vagyunk. És hogy miért fontos nekünk az a 19 és fél fok? Az atya piramis, Osiris, jelzi az Oriont. Láthatjuk, hogy az Orionnak, az Orion test magassága, tehát innentől a felső csillagig 19 és fél fok. És miért fontos nekünk az Orion? Mert az Orion jelenti Nimrudot, a hős párducot, a nap párducát, és az ősi mítoszban még az
A Bibliában is benne van Nimrud nagy vadász vala Isten előtt. És Nimrud miért fontos? Mert Nimrud az eget uralja, mert mindenünét látható. Én éppen úgy látom a világ másik végén, Argentínában az Oriont, mint ahogy ti látjátok itten. De sajnos a göncölszekeret nem látom. Ezért fontos nekünk Nimrud, mert mi Nimrud népe vagyunk. És ne felejtsétek el, hogy Nimrudnak a fia Hunor mondják, és Magar. Tehát a Hun és a Maggar egészen visszamegy Nimrudig. És majd látni fogjuk, hogy milyen fontos nekünk Nimrud most éppen a napfogyatkozáskor. Azért fontos nekünk nagyon Nimrud, mert a hébereknek minden szent irata a mi urunk Jézust Nimrud fiának nevezi. És a Nippúri orákulum és az Uruki orákulum az jelzi, hogy Enlil átlényegülve, mint Enki, az anyagisten, embertestet fog ölteni, ahogy leírom a Jézus királypártus hercegben, embertestet fog ölteni a ti véretekből. A szumírok azért, mint Buddha mondja, a szűzanyához és az Atya Istenhez imádkoztak, mert adventbe voltak, várták a földre szálló Istennek szent fiát, aki meg is jelenik, és a pártusoknál Jézus születése előtt úgy hívják, hogy Mitra. Mitra. És innen jön az úgynevezett mitraizmus. Mitra maga a napisten, szumírul úgy van írva, hogy Pa-su-ulu. Ez annyit jelent, akkor hívták, ahogy leírom, Mitrának és Pa-su-ulunak a napot június 21-én, amikor a legerősebb, és azt mondták, hogy most a napisten mind a két tenyerét felétek fordítja. Azért a pártus királyok azért tartják mind a kezüket a nép felé így, hogy mint karizmatikus király, akinek kötelessége az Istennek az akaratát és az Istennek a jóságát gyakorolni a földön, mutatja az egy kezét, mert kettőt nem mutatja, mert csak az Atya Istent illeti a két kéz, ő csak egy illeti, aki annak a megbízottja, de azt is mutatja, hogy itt mutatom nektek a sorsomat, hogy jót akarok, olvashatok a tenyeremben, és ez a jóság jele volt náluk mindenütt. Hát így várták a mi pártus őseink a Jézus Urunkat. És mivel megtaláltam Szumériában ezeket a jóslatokat és orákulumokat, hogy az Isten fia leszáll a földre, kerestem a pártusoknál is. De a pártusokról történelmet alig lehet, nem lehet semmiképpen szerezni, mert minden el van tiporva. Vannak munkatársai mindenfelé, akik a jó könyvtárakban kutatnak, és egy nagyszerű könyvtár van Bécsbe. És írtam egy bécsi munkatársamnak, hogy szerezze meg nekem azt a bizonyos könyvet, amelyik az iráni vallásokról szól, mert talán abban benne van a pártusoknak is a jövendőlése, hogy a pártus vérrel testet ölt az Isten fia. És milyen csodálatos dolog, hogy elutazásunk előtt 4 nappal érkezik egy nagy csomag, még át se tudtam jóformán nézni, amelyikbe megküldi nekem azokat a lapokat, amibe azt mondja, a rituális himnuszok arról, hogy Mitra az Isten fia testet ölt. De mivel ez egy indoeurópai tudós, ő azt írja itten, hogy ezek egy barbár nyelven vannak írva, nem indoeurópai nyelven. És a pártusok azért írták aztán, amit megtaláltunk,
hogy egy gyermek születik nekünk, amit ők jeleztek, és a hatrai templomba találták meg a szobrot, hogy egy gyermek születik nekünk a mi vérünkből, és ime itt a szobor. Ott látjuk a pártus királyt, a kezében a gyermek születik nekünk. És hallottatok már az úgynevezett turini lepelről, Jézus úrunk halotti lepréről. Jézus úrunk halotti leple pontosan ilyen anyagból van csinálva, ugyanebben a mintázattal, mert ez csak a pártus királyoknak készülhetett, és ez is bizonyítja Jézus urunknak királyi voltát, hogy az ő halotti leple pontosan olyan, mint a mintája, mint a pártus királyoknak a ruhája volt. Jézus urunk halotti leplén az ő összes sérülése, mindaz a korbácsolás pontosan úgy, ahogy őt megverték, tövis koronát tettek rá. Megállapították azt, hogy a halotti leplen a vérnyomok, azok emberi vér, és megcsinálták a vérmintát. Jézus urunknak a véralkata az AB. Érdekes véletlen, hogy pontosan Ausztráliában él egy munkatársunk, egy tudósunk, a Nagy Ákos, aki ezzel foglalkozott és megállapította azt, hogy a magyaroknak a 80%-os vércsoportja A és B, vagy AB. És pontosan Jézus urunknak is ugyanaz, tehát a pártus. És a halotti leperről sok könyv megjelent. Két csoportra oszlottak a tudósok, akik a vizsgálaton részt vehettek. Az egyik csoport volt az, akik hitték az Úr Jézusban. A másik csoport azok tartoztak, akiknek az elődei feszítették keresztfára mi Jézus urunkat. Ez a csoport, amelyik az idegen szívűeknek a csoportja, a semmiképpen, mindenképpen meg akarta akadályozni, hogy a NASA-nak a tudósai, akik oda 65 tonna mindenféle műszerrel érkeztek, hogy azok megvizsgálják a halotti leplet. És ezek a könyvek megvásárolhatók angol nyelven írva, ahol a NASA-nak, tudjátok mi a NASA, ugye, az űrhajósok állapítják meg azt, hogy Jézus urunknak az alakja, ami a halotti leplen van, az egy emberi testnek a negatívja. Tehát pontosan az, amit a fényképet csinálsz, amit a film mutat. Van-e egy festő, aki a te negatív alakodat rá tudja festeni egy vászonra? Nincs olyan. És megállapították azt, hogy ez az alak onnan semmiféle vegyszerrel el nem távolítható, mert ezt egy igen magas frekvenciájú, de igen rövid ideig tartó kozmikus sugár égette be. Most gondoljunk arra, az egyháznak ugye 4 evangéliuma van. Igen, de ez a 4 evangélium hogy lett kanonizálva? Hát nem emlékszem, melyik pápa a 32 evangéliumát az egyháznak, ami létezik, azt az oltár alá tette, és azt mondta, amelyiket a Szentlélek fölemeli az oltára, azt fogjuk kanonizálni. És a Szentlélek ezt a 4-et tette az oltára, és a többi evangélium úgy szerepel, mint apokrifus evangélium. Ezek között, az apokrifus evangéliumok között van egy evangélium, amelyik beszél Jézus urunknak a születési idejéről.
A szumér orákulumnak igaza van, mikor azt mondja, az Istennek a Szent Istennek a fia leszáll a földre, és csodálatos csodával fog megszületni. Mi történik itt? Jézus Urunk a fény fia. A fényből jött. Fényből lett emberré. A halotti lepel viszont bizonyítja, hogy az emberé lett Isten fia, fényé lett. Ezt keresi máma a tudomány, hogy az anyagot rezgésé alakítsa. Ez tulajdonképpen a fény is rezgés. Tehát Jézus Urunk fényből jött, és fényé lett, tehát a fény fia. Nekünk ez a torinói lepel, ez egy szentség, mert hogy megmaradt, azt harmadik Béla lányának köszönhetjük, hogy leírom Jézus király a Pártus herceg könyvembe, mert az ő kezébe volt Mária Margitnak, aki bizánci királynő lett, és férhez ment az öreg bizánci császárhoz, aki az apját nevelte, csak azért, hogy a turini lep, ez amit akkor még nem volt turini lepel, hanem a Jézus Urunknak a halotti leple az ő kezébe maradhasson, és az ő, leírom a könyvembe, az ő fia útján kerül a templomosokhoz, és Párizsba, Franciaországba, és a templomosokat is azért írtják, mert ők ragaszkodnak a Jézus Úrunk halotti lepléhez. Hát nekünk ez az egyik szentségünk, a másik pedig az ősi szent koronánk, ami rajta volt a szűzanya, ahogy Csomor megtalálta Kazasztánba. A szent koronánk, ahogy eredeti állapotában volt, az a Pantokrátor, Jézus Urunk, ott van fönt az Atya. Pontosan ugyanaz, mint a fiú, mert én és az Atya egy vagyunk, csak abban különböznek, hogy az Atya mellett ott van az égnek az összes csillagait, vagyis a mi naprendszerünk bolygóinak a szimbólumai. És itt pedig az a Mária kép, ami Csomor talált meg, a felét találta meg Kazasztánban. Ezt a Habsburg kalapos király lopta ki az országból, és ő alakította át. Hát lehet az oktatás értékét jobban fölemelni, mintha az igazságos történetet adjuk. De gondoljunk arra, hogy ez a finugorizmus, ez ma már nem történelem, hanem politika. Ez éppen olyan politika, mint a Habsburgok idejében volt. Mert ugye az nem, az hogy politika, ugye az onnan gondolom, hogy azt hiszem úgy olvastam, hogy az elnökünk anyagi segítséget nyújtott itten ezeknek a finugor, ezeknek a votyákok, osztyákok leszármazottjainak, akik vannak talán 4000-en, és ezek már oroszok, ezek, amit írnak, az például a finugor népeknek a vallása. Mit csináltak? Kiküldtek oda olyanokat, akik azt írták, amit nekik parancsolnak. És azok leírták, hogy ezeket a fetrengő, meg keringő sámánokat, nekünk sámányaink soha nem voltak. Nekünk nem voltak tekergő sámányaink, hanem voltak mágusaink, akik tanították a népet. Mindenféle mágusunk volt, kezdve a gulyástól, a makkoltatókig. Mert hiszen gondoljunk arra, hogy a mi népünknek az egész zsírkészletét a disznókból kellett előállítani. Tehát ott kellett lenni bölérnek, ott kellett lenni állatorvosnak, ott kellett lenni annak, aki elviszi a disznókat makoltatni. És ha megnézzük az inkvizíció történetét, amit a Fehér Jenő
Leír, aki a Kassai Domonkos könyvtárnak volt a könyvtárosát, egy bámulatosan leírja, hogy hogy kínozták ezeket a mágusokat, és az urusok, az orvosok, akik a nem lelki pásztorok voltak, hanem a népnek lelki és testi gyógyítói voltak, és a táltosok, például szó van arról, hogy itt van, hogy Gertrudiszt hogy ölték meg, második Andrásnak a feleségét, hogy hogy ölték meg, hogy bánkban leszúrta. Nem. Gertrud nagyon jól tudta, hogy Pilis és környéke a szakrális terület. Attila városa volt ott, és a mágusok őrizték azt a területet, oda avatatlan nem léphetett be. És Gertrudis tudta, hogy ez milyen terület, és ott rendeztetett egy vadászatot. És mikor oda belépett, akkor megölték, kiölte meg. A táltosok, azok nem engedtek be oda sem. És most például, ez is a csodához tartozik. Szörényi Levente ismeri nagyon jó a Holdvilág árkot, hiszen írt róla két könyvet is. És oda nagyon jó kijár. Én is voltam öt, ugye két évvel ezelőtt, akármilyen nehéz volt, és láttam a Holdvilág árkot, hogy nem is volt, mert be volt az egész, egész temetve, mint földdel, és ott voltak olyan hidak a turistáknak, amin át lehetett menni. Most Levente mutat nekem fényképeket, azt mondja, Feri bácsi, nem képzeled, hogy mi történt a Holdvilágárokban. Azt mondja, Anonymous krónikájában az van, hogy Attila városában egy olyan patak folyik, amely kőmedrű patak. Azt mondja, ezek a nagy esőzések elvitték a turista hidakat, elvitték az egész földet, az egész Holdvilág ároknak a patakja kövön folyik, és mintha emberek ásták volna ki két oldal el egy méteres föld, mintha emberek ásták volna ki, és lent azt mondja, a víz a kövön folyik, úgy, ahogy le van írva Anonymousnál, most a napfogyatkozás előtt. Hát ez is hozzátartozik talán ahhoz, hogy mi magunkra ébredjünk, és lássuk azt, hogy az ősök valóban segítenek, és az ősök lelke itt él köztünk. Egyiket, másikat megérintik, magához tér, tud mondani valami igazságot, és aztán, mikor összejövünk, akkor mindenki elmondja magáért, és akkor ébredünk rá, hogy milyen sokan vagyunk, és milyen erősek vagyunk. És nem kell félni, és hinni kell, mert a magyar legyőzhetetlen. Legyőzhetetlen. Mi élni fogunk, de csak akkor, ha élni akarunk, és mi megtaláljuk önmagunkat. A mi műveltségünk az nálunk nem csak egy múlttal rendelkezik, hanem él tovább a magyar lélekben. És nem az a fontos, hogy milyen a testnek az összetétele, mert nekem mindig azt mondják a szemem, azt vágják a szemembe, mikor beszélek, hát ma nincs is tiszta magyar ember. Hát persze, hogy nincs, mondom. Hát annyi népet telepítettek a nyakunkra, hogy most már mindenki keverék. Itt nem az a fontos, hogy milyen a test keveréke, hanem a magyar lélek. A magyar lélek ereje, az nem fontos, hogy milyen a test. Gondoljatok Petőfire, Petrovics volt, és Petőfi lett, és nem írt senki azóta olyan hazafias verseket, mint amit ő ír. Bár lenne máma is Lász Petőfink, akkor az ifjúságunk is másképp tudna gondolkodni. De én azért jöttem el, hogy nektek is elmondjam, nekünk semmi okunk nincs arra, hogy mi elhagyjuk magunkat. Nem azt mondom, hogy különbe, egy népnél se vagyunk különbek, de mi magyarok vagyunk. És a magyar, a maggar, a tudás megőrzésére van elrendelve. És ha ezt nem csinálja, akkor önmagát temeti el. Tehát mindenkinek, aki vállalkoz, az mindegy, hogy micsoda.
akár milyen mestersége van, akár milyen foglalkozása van, doktor, mérnök, amit akarsz, de önmagát ki kell dolgozni, hogy amit én tudok, azt én a legjobban tudom. És ez a mi erőnk, a tudás. A mi legendáink, mondáink, azt mondja Emese monda. Emese az Adiabéna Jézusi háznak a leszármazottja volt. És a magyar királyok, azok mind a Jézus házi királyok voltak, azért tették el őket lábalól. És majd harmadik Béláról írom meg, hogy ő volt az, aki meg tudta szerezni a Szent Koronát Bizáncból. Mert a Szent Koronánk abban a ládában volt, a Szent Koronánk Attilának készült. És Attila akkor akarta a fejére tenni, amikor Bizánc is és Róma is az ő birodalma volt. De nem azért, hogy leigázza őket, hanem azért, hogy az ősi Szent Háromság, az Atya, Anya és Fiúból álladó Szentléleknek az ereje uralja a világot Bizánctól Rómáig. Tehát Attila, azt írják róla, hogy mások aranyból ittak, aranypohárból, ő pedig egyszerű ruhában, fapohárból ivott. Tehát ő Jézusi utat járt, de mint hatalmas király azt akarta, vissza akarta hozni az ő népét az igazi Szent Háromsághoz. És miért kell nekünk máma úgy vetni keresztet az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek? Miért nincs benne az Anya? Azért, mert a zsidó kereszténységben estünk bele 1000 éve. Miért mennek az emberek Csíksomlyóra felekezeti különbség nélkül? Mert hisznek a szűzanyában. Engem az apám luteránusnak keresztelt. Én Szumériában ismertem meg a szűzanyát, mert a boldogasszonyról, a szűzanyáról se a reformátusok, se az evangélikusok nem beszélnek. És hogy ismertem meg a szűzanyát? A sumír hit szerint, nem szokás hit, több mint a vallás, mert a vallást az emberek csinálják, a hit meg születik az emberben. A sumír hit szerint a szűzanya valahol fönn az égben, ő szerintük az világot teremtő Teremtő, úgy mondják. Isten, aki lemérhetetlen, kimondhatatlan, ábrázolhatatlan, az ő nagy ereje az égbolton a különféle csillagok által lesz sugározva a földre, mint gondviselés. Ezért ők úgy hívték, hogy a szűzanya az a Vénusz planétán, lakik, és onnan sugározza a földre az ő gondviselését. És a mi drága magyar nyelvünk az egyetlen, amelyik a Vénuszt esthajnali csillagnak hívja. A Vénusz egyszer megjelenik este, aztán megjelenik reggel. Megint este, megint reggel. Az ősi hídbe a reggeli formája volt a szűzforma, és az esti formája volt az anyaforma. Miért? Mert a Vénusznak ahhoz, hogy a szűzformából anyaforma legyen, pontosan 9 hónapra van szüksége, anyja, mennyi egy édesanyának, hogy a magzatát megszülje. És akkor most ugorjunk vissza a semit, az első sémi néphez, az akkádokhoz, akik ellopták az egész úgynevezett szumír mitológiát, és a szűzanyát Szumériába Innánának hívták, Innána vagy Il-Amának. Innen jön az Ilona. Il-Ama, Il az ég és Ama az anya. Il-Ama, Ilona az ég, égnek ég anya, az égi anya. És a Innánából az akkádok csináltak Istárt. Amíg Innána a szűzanya, addig Istár a harc és a szerelem istennője. És olyan szövegek vannak, amiben Istár azt mondja, én vagyok a nagy prostituált.
Hát ebből látszik az első sumír hit és az első sémi hit között a különbség. Nekünk, ami drága Jézus Urunk, igen, igen közeledik hozzánk most. És itt befejezésül szeretnék két dologról megemlékezni, itt Szegeden. Első a feszti körkép. És igen boldog vagyok, hogy itt ül mellettem Novák István építészmérnök úr, aki a feszti körkép épületének a tervezője, és ő vitte keresztül azt, hogy egy világ csodává legyen az a művészeti alkotás, ami a millénumkor szerepelt. De nézzétek meg annak a művészi alkotásnak a kivitelét, hogy az most ne azt nézzük, hogy mi van festve, hanem hogyan van az festve, hogyan van az kidolgozva, micsoda művészi tudás, mert ők festiek, és a vágó, aki a harci jeleneteket csinálta, ők nem csinálhattak más, csak azt, amit a milléniumi média nekik megengedett. Mert előírták éppen úgy, hogy csak ezt lehet csinálni, mint ahogy idatták nekünk a vereckei szorost, hogy ezen bevándorolhattok úgy, ahogy tudtok. A feszti körképnek tehát a csodálatos művészi alkotását kell csinálni, és azt, hogy most hogy van a világ elé tárva. Hogy aki oda megy, az bámulattal nézi, és az idegen nem ismeri a történelmet. De nekünk tudni kell, hogy azon két dolog van, ami igaz. Árpád papkirályunk, és a másik azok a vágtató, nyilazó lovasok, akiktől azt írták a nyugatiak, hogy a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket. Ez a kettő igaz, ami ott a magyarok, azok sose raboltak nőket, hiszen a nyugati krónikák írják, hogy példát kell venni a magyar harcosoktól, hogy nem nyúlnak egy nőhöz sem, és hűségesek az ő feleségeikhez. A nyugati krónikák írják, mert ha ők így írnak a magyarokra, akkor milyenek lehettek a magyar férfiak, akik oda mentek, és ezek nem csatározások és kalandozások voltak, hanem ahogy a Fehér Jenő leírja, és leírja a Götz is nagyszerűen, az avar kincseknek a visszaszerzése, amit tőlünk elloptak. Hát ez az egyik, amiről meg akarok emlékezni. A másik pedig a napfogyatkozás. A Demokratában nyilatkozik Zombori Otto, a Budapesti Csillagvizsgáló Intézetnek a vezetője arra, és azt mondja, hogy új nap jön, a régi napnak vége, új nap jön, és én azt hiszem, hogy új korszak következik. Kedves jó, drága testvéreim! Idáig minket úgy tanítottak, hogy a mi Urunk Jézus zsidó volt. Én a papoknak azt szoktam mondani, mutasd meg nekem a Bibliába, hogy zsidó volt. Azt mondja, hát itt van Józsefnek, azt mondja Máténak, meg Lukásnak, itt van a genealógiája. Jó, mondom, az Józsefre vonatkozik, mert ha József Jézus Urunk apja, akkor mi van a szeplőtelen fogantatással, mondom neki. Erre nem tudok válaszolni. És akkor mondom, mutasd meg a Bibliába, hogy Mária zsidó volt. Azt se tudják megmutatni. Tehát, de így van elkönyvelve, és mindenki így mondja. A történelemben még nem volt olyan eset, mint a pártus birodalom és a római birodalomnak a harca. A római légiók mindent fel akartak, el akartak foglalni. És a keresztre feszítés az a római légióknak egy megszokott dolga volt, mert ők a hadifoglyokat keresztre feszítették, és a római légiókat kétszer verték le a pártus nyilasok, a pártus nyilazók, a pártus birodalom. Egyszer Haránnál, és másodszor pedig Jaffánál,
a Joppánál, a mai Jaffa. Úgyhogy a római cézárok azt hagyták az utódaiknak, át ne lépd az Eufrátest, mert egy olyan ellenséggel találkozol, amelyikkel szembeállni nem tudsz. De Jézus úrunk korában Palesztína is és Szíria is a pártus birodalomhoz tartozott. És Palesztínában Máriának az édesapja, a pakor, Adiabéne herceg volt, ahogy leírom, a kormányzó. Ezeket a könyveket nem lehet megkapni, mert a könyvek éppen úgy az inkvizíció alá kerültek, mint ahogy a mi mágusaink, mágus papjaink, akik gyógyították a népet. Ha meggyógyítottak valakit, akkor kínozták őket, hogy milyen ördöggel tárd a cimbora.